A mentőegységek versenyt futnak az idővel, ugyanis a hajnali alacsony hőmérsékletek miatt egyre kevesebb esély mutatkozik arra, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. A mentőakcióban összesen 235 ezer ember dolgozott az érintett két országban, és mintegy 158 ezer embert sikerült evakuálniuk. Törökországban 198 órával a földrengés után két fiatal férfit mentettek ki a romok alól. Néhány ország mentőegységei hazautaztak már, a szerb belügyminisztérium közleménye szerint azonban a szerb mentőegységek addig maradnak Törökországban, amíg szükséges. Az ENSZ becslései szerint a halálos áldozatok száma meghaladhatja az 50 ezret is. A következő lépés a megmentett emberek ellátása, élelmet és menedéket kell biztosítani nekik. Miközben a török mentőcsapatok számos helyszínen folytatják a keresést, és az utolsó túlélőt is igyekeznek felkutatni, a romok eltakarítása is zajlik már. Több száz ház és lakóépület vált szinte a földdel egyenlővé. Emiatt pedig több ezren váltok hajléktalanná a két országban. A túlélőket ideiglenesen sátrakban szállásolták el. Szíriában a kormány két új határátkelő megnyitását engedélyezte, hogy a nemzetközi segélyek jobban bejuthassanak a földrengés sújtotta szíriai településekre. Szíriában mintegy 6000 haltak meg a földrengésekben.